Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Alapítványunk, az Országos Állatvédelmi Alapítvány is megkapta az értesítést. Meglepődtünk, megmondom őszintén, hiszen 7 állatbarát ajánlotta fel összesen az adó 1%-át a szervezetünk részére, ami kicsivel több, pár száz forinttal több, mint 24 ezer forint. És hogy miért is mondom, hogy meglepődtünk? Azért, mert nem gondoltuk volna, hogy egyáltalán lesz olyan állatbarát, aki felajánlja egy olyan állatvédelmi szervezetnek az adója 1%-át, amely prevencióval foglalkozik. Ugye a mi alapítványunk elsődleges és legfontosabb célja a fiatalok megszólítása, az iskolák látogatása, az interneten keresztül való megszólítás, illetve programok szervezése, és ezen túlmenően információk átadása, egyéb olyan rendezvények megszervezése, például az ingyenes állatorvosi tanácsadás, amely segít a nehéz helyzetbe került állattartóknak, és nem utolsó sorban az ivartalanítatás, legfőképp utcai cicák ivartalanítatása. Ez mind-mind prevenciós állatvédelmi tevékenység, és azt gondolom, hogy nagyon szorosan összefügg és egybe kapcsolódik az állatmentéssel közvetlenül, hiszen ma Magyarországon rengeteg menhely működik, rengeteg állatvédő szervezet van, és mégis nem megoldott az állatok elhelyezése, illetve a fölös szaporulat megakadályozása, illetve annak megelőzése. Mégsem tartják az emberek fontosnak a kedvencük ivartalanítatását. És nagyon sokat tudnánk boncolgatni, hogy miért is van ez így. Elsősorban társadalmilag azt gondolom, hogy talán még nem érett meg a magyar állattartó kultúra arra, hogy tényleg felelős állattartó legyen. Nagyon kis és csekély létszámú azon állatbarátok száma, akik azt gondolom rendkívül odafigyelnek a kedvencükre, ivartalanítja, oltatja, illetve hogyha egy olyan helyzetbe kerül, akkor felelősséget vállalva megpróbálja megoldani. Ma Magyarországon a legtöbben nem tartják fontosnak az ivartalanítást, egyszerűen kiteszik az utcára az állatot, vagy a menhelyek kapujába. Nagyon sok olyan eset történik, amire fény sem derül, és valóban a hatóságok is nagyban tehetnek erről, hiszen az állatvédelmi törvény, ugyan én mindig azt mondom, hogy jó, de nincs betartatva, illetve nincs maximálisan kihasználva. És sajnos itt szót kell arról is ejteni, hogy ennek köszönhetően, amit az előbb említettem, jogi részt, ennek köszönhetően nagyon sok olyan állatvédő szervezet van, amely illegális menhelyet működtet, ami azt jelenti, hogy nincs az adott állategészségügynél, kormányhivatalnál bejelentve, nyilvántartva, és nagyon sokszor az oda bekerülő állatokat egészen egyszerűen elnyeli a föld, tehát nem tudunk róluk semmit. A hatóság nyilván nem ellenőrzi, hiszen nem is tud a létezéséről. Hogyha van is egy közösségi oldal, akár a Facebookon vagy a honlapon, ott nyilvánvalóan azt kommunikál, amit szeretne, tehát sok esetben még fényképek sem kerülnek fel a befogott vagy befogadott állatokról. És azt, hogy mi történik ezekkel az állatokkal, azt nem tudjuk. Nagyon sokat beszélgettünk az utóbbi időben arról, hogy meg kellene reformálni teljes egészében a magyar állatvédelmet, és nem csak és kizárólag azért, hogy az állatkínzók börtönbe kerüljenek,
a felelőtlen állattartó ne tarthasson állatot, hanem bizony az állatvédelmi szervezetekre vonatkozóan is egy egységes protokollt kellene kidolgozni. Minden állatvédő szervezetnek, legyen az egyesület, alapítvány, legyen az állatotthon, állatmenhely vagy idéglenes befogadóközpont, egy protokoll szerint kellene eljárnia. Tehát ez alatt értem azt, hogy legyen leírva az, hogyha egy állat bekerül, az bizony el kell különíteni, hogyan kell elkülöníteni, milyen eszközöket használjon, milyen fertőtlenítőszereket használjon. A legesleg alapvetőbb dolgokkal kellene kezdeni, hiszen sokszor nagyon sok állatvédő szervezet Facebook oldalán olvasunk olyan posztokat, hogy a hajunkat fogjuk. Ezzel nem azt szeretnénk, és nem azt szeretném mondani, hogy mi mindenben jók vagyunk, folyamatosan tanulunk mi is minden nap, viszont törekszünk arra, hogyha egy állatot befogadunk, akkor azt a maximális tudásunk szerint jól lássuk el. És a protokoll szabályozza azt is, hogy hány állatot fogadhat, hogyan kell nyilvántartani az adott állatot, hogyan kell ezt a nagy közönség előtt publikálni, akár a honlapon, fényképpel, leírással. Tehát nagyon sok tennivaló lenne a magyar állatvédelemben, hiszen most minden szervezet úgy működik, ahogy éppen tud, vagy ahogy éppen akar. Tehát az állatvédelem az tényleg egy teljes reformra megérett, és bízom benne, hogy ez egy pár éven belül kiforja magát, és meg fog változni. És visszatérve az adó 1%-ra, a magyar társadalom nagy része azokat a menhelyeket, állatotthonokat, állatvédő szervezeteket támogatja, amelyek több száz kutyát, több száz cicát látnak el. Nagyon sokszor meg sem győződnek azok az emberek, akik felajánlják az adójuk 1%-át egy adott szervezetnek, hogy ott milyen körülmények között élnek az állatok. Tudunk olyan szervezetet, ahol sajnos a menhelyen történik meg az, hogy lefial egy kutya, tehát ami azt jelenti, hogy ott fogant meg, tehát nyilván nincsenek ivartalanítva, nincs a szukorkantól elkülönítve, és ezek a szervezetek nagyon sok adó 1%-ot kapnak, hiszen kiírják az oldalukra, hogy 200 kutya, 300 kutya van jelenleg a gondozásukba, és nyilvánvalóan az emberek a mennyiségre nézve tekintettel úgy vannak vele, hogy itt nagy szükség van az adó 1%-omra. Mi csak bízni tudunk abban, hogy ezek az adó 1%-ok tényleg az állatok javára fognak kerülni, és felhasználva az állatokra lesznek felhasználva. Viszont mindenkit arra bíztatunk, hogy mielőtt támogat egy állatvédő szervezetet, egy kicsit járjon utána, hogy valójában kik is ők, hogyan működnek, mik a céljuk, hiszen nagyon fontos az, hogy egy adomány, legyen az pénzadomány vagy tárgyi adomány, jó helyre kerüljön, és tényleg az állatok érdekeit szolgálja. És éppen ezért is lepődtünk meg, hogy bennünket 7 személy megjelölt a személy jövedelemadója bevallásakor, és felajánlotta az 1%-át, hiszen mi még nem nyitottunk menhelyet, prevenciós tevékenységet végzünk, és ezt is tartjuk a legfontosabb tevékenységünknek, és mégis gondoltak ránk az állatbarátok, és ezt ezúton is nagyon szépen köszönjük minden kedves adó 1% felajánlónak. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu